Péntek este, akkor péntek 9. Üdvözlöm Önöket itt a Hír TV -ben. Amikor hétről hétre megbeszéljük szerkesztőnkkel és Gajdi Csottó beszélgetőtársammal, hogy milyen témákat próbálunk körüljárni ebben a műsorban, akkor bizony, gondolom ezután is így lesz. Az ember megpróbál mindig friss, napra kész és lehetőleg minél informatívabb témákat találni. Azonban azt hiszem egyetlen egy pillanatig sem volt kétséges, hogy most ezen a héten az elhíresült szárhentini jelentéssel foglalkozunk majd aminek a parlamenti, európai parlamenti vitájáról, hát maradjunk annyiban, hogy meglehetősen kétoldalú véleményeket kaptunk az elmúlt napokban. És bizony, mint látni fogják, időnként a szenvedésem hiányzott a vitában. Ön egy kommunista. Az ön tették tönkre az én hazámat. Van önnek bőr a képén, hogy bennünket demokráciából és jogállamiságból oktasson ki? A jelentés szerint Magyarország veszélyezteti a jogállamot. Ez hazugság. Ez pont azokra igaz, akik Magyarországot bírálják Judith Argentinire, a baloldalra és a libére. Köszöntöm a stúdióban Szájer Józsefet, az Európai Néppárt Hallelnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket! Jó estét! Ezzel a szubjektív, kis egyperces összeállítással talán még annyi sem volt, szeretük volna elkezdeni a műsort, mert az, az igazság, hogy, és most a saját véleményemet mondom, hogy önt a magyar és a nemzetközi közéletben megismertünk általában a visszafogottságról, a türelméről, a toleranciájáról híres. Most engedje meg, hogy ezt mondja, egy kicsit új oldaláról ismertük meg. Ez egy nagyon szenvedélyes, nagyon határozott és nagyon kemény beszéd volt. Előjáróban hadd kérdezzem meg, miben különbözött ez a mostani vita az eddigiektől, hiszen Magyarországot már máskor is kínpadra szerették volna vonni. Volt-e volt volt -e történt e valami, ami ilyen nagyon sarkos véleményre késztette? Szerkesztő ne felejtsék szavukat, de most, hogy itt vagyunk a Hír én azért hadd emlékezzem meg erről, mielőtt a kérdése válaszolok, hogy jó három éve nem jártam itt, és legutoljára, amikor itt voltam, akkor egy nagyon hasonló nevű műsorban ültünk itt, Kajdi Csotto szintén jelen volt, és azt gondolom, hogy egy nagyon komoly elégtétel a polgári oldalnak és a jobb oldalnak, hogy most ismét itt ülhetünk, azt is mondanám, hogy kibekeltük. De akkor térjünk rá rögtön a, erre a kérdésre. Az az igazság, hogy ez a francia kommunista hölgy már nagyon régóta a bögyönben volt. Úgyhogy igazából ez a, ez a fajta indulat úgy fokozatosan erősödött bennem. És azon az alapon, amit én el is mondtam, tehát én azt gondolom, hogyha Nyugat-Európában kommunistának lenni nem ugyanaz volt, mint, mint itt nálunk. Itt ehhez nem kellett embereket kiirtani, egy eszmével kellett egyet érteni. Ehhez képest ez a hölgy, úgy döntött, hogy a magyar jogállamiságot meg azt, hogy Magyarországon demokrácia van, ezzel tölti az életének a jelentős részét, és telekiabálta a világot, Franciaországot, Európát azzal, hogy itt micsoda szörnyűségek vannak. Ez egy ponton ennek a ponton véget kellett vetni, és ez volt ez a felszólás. Előttem éppen nem sokkal ő szólalt fel, és én úgy gondoltam, hogy ez nem helyes, és talán a világrendjét valamilyen módon a nyilvánosság számára is helyre kell tenni, nem minden magyar néző, nem minden európai néző tudhatja, hogy itt a kommunista frakciónak egyik tagja szólalt föl, a nevüket is rejtik, mert GUE, meg északi zöldek, és mindenféle betűszóval próbálják takargatni a kommunista múltjukat, de hát végül is csak arról van szó, hogy egy kommunista emberről van szó, és nem is, nem is az ő bűne, mert az ő bűne csak az álszentség, és a, az, hogy hogy másokat olyanból akar kioktatni, ami, amit ő maguk nem csinál, hanem az, hogy az ő elvtársait, az az eszma, aminek a nevében ő ma is politizál, kommunizmus, az, azokkal van igazán probléma. Azzal volt van igazán probléma, hogy Magyarországon ezek a kommunisták csináltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a beszéd nagyon röviden kifejezte a lényegét annak, amit erről a kérdésről, úgy általában is gondoltam. Amiben más ez a vita, az nyilvánvalóan a nagyobb figyelemnek a kérdés, hát ez volt a csúcspontja ennek. Engem a, sem a végeredmény, sem más, semmi nem lepett meg, hiszen 8 éve mi ennek a részesei vagyunk. Akkor megkérdezték, hogy én most szomorú vagyok, akkor mondtam, hogy szomorú vagyok, de az európai állapotok miatt vagyok szomorú, hogy ebben a helyzetben, ebben a világban, ebben a parlamentben az igazságnak, a méltányosságnak, annak, hogy meghallgassuk a másik felet, hogyha valakit megtámadunk, akkor védekezni tudjon, ennek nincsen helye, miközben teleszájjal azt kiabálják, hogy jogállam, teleszájjal azt kiabálják, hogy, hogy emberi jogok, azon közben csalással tudják átvinni azt a jelentést, amit, amire olyan régóta készülnek. De kik ezek az emberek? Ön már régóta szerzi ott a tapasztalatait, hiszen nagyon hasonlóan nyilvánultak meg olyanok, akik magukat liberálisnak, meg néppártinak, meg mi ki tudja, zöldeknek, meg ilyeneknek nevezték, az ugyanazt szajkózzák. Hogy, hogy van ez most? Ki akkor a kommunista ma? Igen, hát szerkesztő nagyon inspirál, hogy megfogalmazom az európai embertípusnak egyfajta... Összefoglalását, és valóban a kérdés szerintem ebben az értelemben helyes, mert hogyan lehetséges az, hogy egy, egy kommunista, egy verziátasszony, aki ellenén én ott felszólaltam, és egy mondjuk egy néppárti, mondjuk Manfred Weber, aki a Magyarország barátja, vagy legalábbis úgy tűnt eddig, az nagyon hasonló véleményre és platformra került ebben az ügyben. Hát azért ez nem magától van így. Ezt szerintem itt magunk között ekkora nyilvánosság előtt elmondhatjuk. Ennek óriási tüzérségi előkészítése volt, az elmúlt nyolc év másról sem szólt, mint hogy ezek a nagyon egymástól nagyon különböző, egyébként különböző gondolkodású emberek is aztán a végén mégiscsak ugyanazt mondják. Ennek szellemi előkészítése volt, ennek a felépítése megtörtént, ez, ez egy nagy európai csata. Nyilvánvalóan ennek a végjátéka az elmúlt két-három év volt. Amikor a bevándorlás kapcsán azért Európában nagyon sok mindenki számára, és most már nem csak a politikai elit, hanem a polgárok számára is világosakká váltak a frontok, és ezek a frontok a bevándorlás ellenes és a bevándorlás párti erők között húzódnak, ez most nagyon világosan kirajzolódott az Európai Parlamentben. Még egy dolog nagyon világosan kirajzolódott, és ez is részben azért válasz arra, amit az imént Gyagyi Csottó feltett hogy azért kaptunk egy térképet. Kaptunk egy térképet arról, hogy kik a barátaink, kik azok, akikbe meg lehet bízni, kik azok, akiknek érdemes esetleg gesztusokat tenni, mert viszonozzák, vagy egyáltalán, vagy nem, nem azzal viszonozzák, hogy, hogy pofoncsapnak bennünket, mint mondjuk az osztrák sógoraink. Tehát kaptunk egy világos képet azért az Európai Parlamentről is, és ennek következtében azért az egész Európai pártpalettáról abban a tekintetben, hogy Magyarország kikre számíthat milyen formában és hogyan folytathatja azt a küzdelmet, ami lényegében azért folyik, hogy mi Magyarországot megvédhessük, mert hát minden erre megy vissza, nekünk nincsenek európai ambíciói, nem akarjuk Európát átformálni, átalakítani, meg akarjuk védeni ezt az országot, nem akarjuk azt, hogy ez egy bevándorló ország legyen, és hogyha ezért az európai szintéren kell küzdeni, hát akkor ott küzdünk, ilyen hát nagyon, nagyon, egymáshoz hasonlító a Star Wars-nak, emlékeznek, meg van mindenkinek az a fehér hadsereg, ami minden katona ugyanúgy néz ki. A birodalom. A mirodalmi hadserege, ilyen hosszú hegyes sisakjuk van, ez ellen küzdünk. No hát minden esetre alá egy kicsit hán szólót idézte nekünk itt az Európai Parlamentben, de komolyra fordítva a szót, az imént bevándorlás ellenes és bevándorlás támogató erőkről beszélt. Azonban van egy meglepő fejlemény, ha már Ausztriát, illetve az osztrák álláspontot szóba hozta, hogy vannak olyan, eddig azt gondoltuk, hogy politikai partnereink az Európai Parlamentben, akik egyébként bevándorlás ellenesek, és most mégis meglepő módon átpártoltak a másik táborba. Osztrák képviselők jutnak eszembe, cseh képviselők jutnak eszembe, és még lehetne sorolni. Mit vélelmezhetünk, mi történt itt? Valamilyen ígérettel átsábították őket, vagy az az énjük a nem valódi, amit eddig mutattak? Hát, hogyha röviden kell erre válaszolni, ami persze nem, nem, vagyok rá képes, de akkor azt mondom, hogy erőpolitika. Én a múlt csütörtökön Bécsben személyesen beszéltem Kurz kancellárral. Eljött ott Hajrigerben, ott volt egy néppárti tanácskozás, és a végén leültünk ott egymással, és délelőtt egy német képviselőtársunk, egy CDU-s megtámadta Orbán Viktort, megtámadta Magyarországot, és Sebastian Kurz nagyon tisztességesen karakánul, és azt mondta, hogy ne bántsátok a magyarokat. Ez történt múlt csütörtökön. Most, hogy múlt csütörtök és az ehet, e szerda között valójában mi történt, azt, hát azt, találgatni lehet, hogy hogyan magyarázzuk. A mi teóriánk az az, hogy Bécsből, Bécsbe beszóltak Berlinből. Ez magyarázza az, hogy a CDU képviselői is ellenünk szavaztak, bár a cdu belül azért például az ottani Bundestag frakcióvezető Berlinben meg beszólt a sajátjainak, tehát azért volt egy kis cse csetepaté egymás között is, de az, hogy, hogy mi történt, én ezt nagyon valószínűleg tartom, hogy Schmidt Máriának van ebben a kérdésben igaza, hogy Berlinből odaszóltak, és ez magyarázza azt, hogy Sebastian Kurz még kedélyesen társalog velem csütörtök este, be hajtja, vagy bátran és boldogan elfogadja a dicséretemet, hogy, amiben megköszöntem, hogy bennünket megvédett a néppárti tanácskozáson egy, egy nevezetű német CDU-s képviselővel szemben, és akkor utána a következő héten pedig már arról beszél, hogy bennünket ki kell zárni az Európai Néppártból. Hozzáteszem azért az osztrák képviselő, a Karasz úr, sose volt a barátunk, csak azt hittem, hogy az osztrák vezetésben nem az ő álláspontját képviseli. De mi lesz most? a néppárttal. De mi előtte ennek a vitának a megelőző időszakában arról hallottunk, hogy szét akarja robbantani a Macron, hogy a migránspártiakat magával vigye onnan. Aztán utána azt hallottuk, hogy gyakorlatilag pontosan a, a, a frakcióvezetőnek a bizottsági elnöki ambíciói újra valamiféle egységet sugaltak, aztán ahogy végignéztük a vitát, tehát láttuk, hogy nem hogy egységről nincsen szó, hanem rendkívül megosztott. Most akkor mi lesz így ezek után a néppárttal? Hát, talán a nézők, írtévé néző nem fognak meglepődni azon, hogyha azt mondom, ami, amit új helyi szocialista képviselő úr úgy hetente általában úgy fölfedezés, úgy közdi a világgal, hogy hogy Angela Merkel bevándorláspolitikája és Orbán Viktor bevándorláspolitikája között, legalábbis, hogy 2015 óta, van egy elég lényeges különbség, és ők nem ugyanabban a frontban vannak. És hát valóban az Európai Néppártot ez a metszet osztja meg, és mi úgy gondoljuk, fideszesek, hogy abban az esetben, hogyha ez a megosztottság megmarad, és a bevándorlást támogató, vagy az kifejezetten ösztönző erők, akik persze nyilván a, a Macronra is csápolnak a néppárton belül, ezek, ezek határozzák meg a néppártot, akkor a néppárt nem lehet sikeres akkor nem nyerheti meg a jövő választásokat. Azon a platformon lehet ezt megnyerni, amit mi gondolunk, és az az igazság, hogy lehet, hogy ez a szavazás most nem feltétlenül ezt mutatja, bár azért az arányokat érdemes tisztába tenni. A korábbi szavazásokon a magyar jelentéseket általában a nép, néppárt kétharmada megszavazta, egyharmada nem szavazta meg. Most fordítva van, most kétharmada szavazta, meg egyharmada volt. Ellen. Tehát volt azért egy 80-90 ember, aki kiállt mellettünk, tartózkodott vagy vagy nemmel szavazott erre a jelentésre. De lehet, hogy ez a mostani szavazás nem ezt tükrözi, de azért a bevándorlás ellenes erők, azok igenis erősödnek a néppárton belül. Ez a meccs folyik most, ezt mi, ezt mi erőltetjük, mert azt gondoljuk, hogy a néppárt nem lesz sikeres a következő választáson, hogyha, hogyha, úgy indulunk neki, hogy Angela Merkel politikája lesz majd kint a frontban. Manfred Weber egy ilyen közbűső álláspontot próbált ebben az esetben képviselni, csak hát a végén őt meg beleszorították ebbe a pozícióba. Én azt gondolom, hogy ő alapvetően egy rendes ember a nyomást nem bírta. Jövő májusban uniós választások lesznek, és közben, hogy hallgattam őt, arra gondoltam, hogy a történtek után magyar szemmel nézve egy kicsit más a jelentőség ennek a választás. Mert hogyha valóban így van, ahogy mondta, akkor nekünk édes mindegy, hogy egy baloldali tömörülés, egy baloldalra húzó uniós többség, vagy pedig egy olyan európai néppárt lesz a vezető ereje az Európai Parlamentnek, amelyben a bevándor... amely két tömb a bevándorlás kérdésében tökéletesen egyetért. És ebből következik egy nagyon súlyos kérdés nekünk muszáj ebben a dologban részt venni májusig? Mert hogyha ha nem muszáj, akkor könnyen meg lehet, hogy és valóban a bevándorlás mentén dőlnek el a viták, akkor lehet, hogy minket egyrészt kikényszerítik a Fideszből, hogy kilépjen az Európai Néppárból, másrészt lehet, hogy mi is úgy fogjuk gondolni, hogy kint van a helyünk. Én, én másképp gondolom, hogy úgy gondolom, hogy, és talán ez innen Budapestről is, de akárhonnan nézzük, talán nem annyira nem, nem látszik annyira sötétnek. Én azt látom, hogy Európában szerte, és ez a vita a múlt héten Magyarország kapcsán szerintem ebben jelentős mértékben előmozdította azt, hogy a bevándorlás ellenes erők öntudatra ébrednek. Ez így, így történik a néppárton belül is. Tehát én most, amikor a momentumban, amikor, amikor éppen lendületben vagyunk, akkor nem adnám föl azt az lesét, hogy a, az európai politika jelen pillanatban a legstabilabb, legfontosabb, legnagyobb erejét, azt ne próbáljuk a mi gondolataink irányába terelni. Ezt mondja Orbán Viktor is, amikor a keresztény demokráciáról beszél, amikor az Európai Néppárt megújításáról beszél. Addig, amíg esélyt látunk arra, hogy ez a párt a helyes irányba mozdulhat, addig nekünk az a dolgunk, hogy ezt erősítsük. És más erők meg megcsinálják ezt a saját pártjaikban, és akkor talán ebből majd összeáll valami. Tehát mi nekünk nem csak a holnapi jó érzésünkre kell gondolni, hogy olyan képviselőkkel kell egymás mellett ülni, azért egy érdekes élményem volt tegnap, amikor a francia néppárti kolléganőm, egyébként tisztelt a franciáknak egy részük mellettünk állt ki, ő nem, amikor a koszovóiaknak adandó vízum szabad vízum lehetőséget próbáltuk megadni, miközben előtte bennünket kioktatott arról, hogy mi milyen idegen vagyunk, utána gond nélkül megnyomta a nem gombot, és azt mondta, hogy a koszovóiak húzzanak a fenébe, azok nem mászkáljanak vízum nélkül Európában, tehát hogy azért itt egy kicsit bonyolult, és ugyanezt tette a holland kereszténydemokrata képviselőtársam is, Eszte Lange, aki soha nem mulasztja el azt, hogy egyet bele, bele ne kaszáljon a Fideszbe, amikor nyilván megszólal. Tehát bonyolult ez a kérdés. Tehát én még ezeknél, a, ennél a két képviselőnél is látom a potenciált arra, hogy akár még megnyerhető a mi nézeteinknek. Úgyhogy én a háború közben nem adnám föl ezt a küzdelmet. Nehéz egyébként erre is, arra is harcolni, de a lényeg nem is az, hogy mi jól érezzük magunkat ebben a meccsben, mert hát az ember végtelenül nyomasztja az, hogy ennyi hazugságot, ennyi piszkot, ennyi gyalázatos, felháborító, álszent dolgot vágnak hozzánk, és egy statáriális eljárás folytatnak, és a legrosszabb, talán az elejéhez visszameltünk Magyarországon már átélt időkre emlékeztet az, ahogyan kifacsarják a jogszabályokat, ahogyan nek jogállamról papolnak, miközben egyébként a jogállam legelemibb szabályát, hogy a legfontosabb szabályt az alkotmány be kell tartani, és hogyha abban van rögzítve egy szavazási arány, akkor azt szerint kell szavazni, nem tartják be. Tehát mindennek az elviselése számunkra végtelenül nehéz, de ezen közben azt kell szem előtt tartani, hogy ezt az országot kell megvédeni. Magyarországot kell nekünk megvédeni, és most ez az európai terepen folyik ez a meccs, és hogyha ehhez csapatokat kell gyűjteni, akkor az embernek nem kell, hogy skrupulusai legyenek, van, hogy kiket ö, és hogyan fogadja be őket. Még egy ilyen francia ö, ö, kolléganőmhöz hasonló embernek is van ott helye, hogyha ö, tudja a mi céljainkat segíteni. Jól láttam én azt, hogy a migránspárti erők magasabbra tették ennek a, a szavazásnak a, a jelentőségét, ö, mint akár mi, akik a, a hazánkat védjük. Ö, amikor a szavazás eredménye megjelent ott a kijelzőn, hát ott valami olyan elképesztő érzelmek szabadultak el, valami olyan olyan számomra fölfoghatatlan örömködés indult meg az igen szavazatok leadói között, hogy csókolgatták a szargentírt, de el nem tudtam képzelni, hogy ez, miért, miért olyan nagy öröm az, hogy most elítélték Magyarországot. Nagyon pontos szerkeszt a kérdése ebben a tekintetben, mert valójában miről van szó. Tegyük hozzá egy szinte állandó jelzőként, és ne arra hogy ezt mindig meg fogom tenni, még ha el is vesz a bűsoridőből, hogy nem született érvényes döntés. Tehát hogyha az unió szerződése már az elején, a hetedik paragrafusban azt mondja, hogy minden leadott szavazatot számolni kell, akkor azt nem lehet, a parlament nem értelmezheti úgy, nem értelmezheti át úgy, hogy azok nem számítanak. Úgyhogy 14 szavazat hiányzott, nem született olyan döntés, amely elindította volna ezt az eljárást, és remélem, hogy a magyar kormány is e szerint fog ebben az ügyben viselkedni. De tegyük föl az ellenkezőjét, az, hogy ez az eljárás elindult. Most Argentini asszony legalábbis ebben a tévképzetben van, még ha jogilag nem is ez a helyzet. Mi történik? Az égvilágon semmi. A Azt nézzük meg, nézzük meg ennek a Példáját, hiszen azt mondjuk, hogy példátlan, nem, nem példátlan Lengyelország ellen, tavaly decemberben megindították ezt az eljárást. Mi történt Lengyelország esetében? Talán júliusban, július elején volt egy negyedórás tanácskozás a tanácsban, ahol a miniszterek ülnek, Európai Uniós miniszterek, amire fölvették Lengyelországnak a napi rendi témáját, és aztán rögtön be is fejezték. Tehát körülbelül ez az, ami itt várható. Ráadásul van egy jogi vita az egész dolgokkal kapcsolatban. A tanács az feltehető el legalábbis ennek a jogi része nem fogja elsietni, amíg ez a vita nem tisztázódik ebben az ügyben. Nem ez az igazán érdekes, hanem az, hogy egyébként folynak eljárások más tekintetben is, ahol minden fronton persze küzdünk. De ez mutatja egyébként, hogy nem ez számított, Tehát nem ez a jog, jogi része számított, hogy nem is kell ebben jogászkodni engem, le is intenek a kollégáim, hanem az, hogy itt egy kellően erős politikai ügyet építsenek föl ellenünk. És a legfontosabb cél az hogy mégis az volt, amiről csak pár perce beszélgettünk, hogy a néppártot szétverjék felébe. A néppárt jelenleg az európai baloldali liberális erőkre, lehet, hogy már múlt időben kell fogalmaznom, volt vagy az az erő, amely őket le tudja győzni. Az, hogy nem Verhofstadt és nem Macron és az ő csapata kerül meg, a szocialisták kerülnek Európa élére, meg Timmermans, aki ott marad, bár a pártja már megszűnt, már Hollandiában szinte nem is létezik az a párt, amelyik őt oda delegálta, de hogy nem ezek kerülnek oda, azt jelen pillanatban egyedül a néppárt tudja megakadályozni. Ezért kellett a néppártot szétverni. Ebben sikerrel jártak, mert ez az arány, hogy valóban kevesebben álltak ki mellettünk, csak, csak 43 százalék, mint amennyien ellenünk, az az ő sikerüket mutatja. Soha ne legyen nagyobb öröm. Köszönöm szépen egyelőre ennyit. Nagyon sok kérdésünk maradt még, de szerencsére van egy második rész, és rövid szünet után visszajövünk. Péntek 9. második rész, Gajdics Ottóval kérdezzük Szájer Józsefet, az Európai Néppárt alelnökét. A szárkentini jelentésről beszélgettünk az első részben, és közben az fogalmazódott meg bennem, hogy picit nézzünk a dolog mögé. Ugye már a sajtó híradások szerint is nem csak bennem ötlött fel, hogy ennek az egész mostani eljárásnak, amelynek tehát Lengyelország is, és talán a jövőben mondjuk Románia is szenvedő alanya lesz, a hátterében egy olyan nagyhatalmi közeledés áll, amely bevallottan, célzottan is átalakít, át akarja alakítani az európai politikát. Macron és Merkel készfogójáról van szó. A lenőkül is úgy látja, hogy ez egy olyan átfogó nagyszabású terv, amelynek ez a kis magyar kérdés csak egy szelet, tehát valahol beilleszkedik mozaikként ez a teljes képbe, ez a történet? Én egyetértek ezzel az értelmezéssel, és hogyha egy mondattal még távolabbról nézhetjük ezt az egész történetet, akkor azt mondhatnám, hogy mindennek a legfőbb oka az unió történetének eddig talán a legnagyobb katasztrófa ez a Brexit. Az, hogy a brit kollégák távoznak az Európai Unióból, az egy olyan helyzetet eredményez, amelyben a németek és a franciák együtt, hogyha félre tudják tenni az ellentéteiket, itt azért nekünk van dolgunk, hogy ez ne menjen azért olyan könnyen. De ha félre tudják tenni az ellentéteiket, akkor ők uralják Európát. Európának két koncepciója van. Van az a koncepció, amit mi képviselünk, Orbán Viktor képvisel, egyenjogú tagországok egymással való együttműködésének az Európája. És van egy másik koncepció, amely az Európa Részvénytársaság, vagy az Európai Egyesült Államok, amelyben mindenki a befizetett részvényeinek az arányában döntet, és akinek megvan a többsége, annak nem kell törődni a kicsikkel. Tehát ez a két koncepció, amely a kisországoknak a szempontjait is figyelembe veszi, hogy mindenki egyenjog és beleszólhat, legalább papíron. A másik pedig az, amiben az erősek eldöntik együtt. Most Németország és Franciaország rendelkezik azzal a potenciával, hogy senki mással ne kelljen vagy csak nagyon kevés mással kelljen egyeztetni, hasonszörűekkel, identitásukat már feladó olyan országokkal, akik erre hajlandók, vagy mindig is hajlandók voltak, gyakorlatilag uralhatják az Európai Uniót, és el lehet felejteni arról, hogy mit akarnak a magyarok, mit akarnak a lengyelek, spanyolok, svédek, tehát kis országokkal nem foglalkozunk. Most ebben a képletben ez valóban egy kibontakozni látszó dolog, ezt az, erő, az erőhöz értő politikusok nagyon gyorsan fölfogták. A britek kimentek, franciák és a németek együtt le tudják pacsizni a dolgokat. Én azt gondolom, hogy a franciák súlyos hibát követnek el egyébként abban az esetben, hogy ebbe belemennek, mert egy német dominanciát fognak elősegíteni. Ők nem olyan erősek, hogy ellen tudjanak állni ennek, tehát végső soron a német-francia ez. És ezért is talán az imént erről beszélgettünk, hogy Berlinből jön azért minden, ami hálátlanságnak egy elég súlyos foka, azért gondoljunk bele, hogy az a vita, amit a múlt héten folytattunk, a szeptember 11-én zajlott, és szeptember 11-e nem csak a szörnyű tragédiáról nevezetes, hanem arról is, hogy akkor nyílt meg a magyar államhatár, amikor az NDK-sok átmehettek Ausztriába. Tehát a hálának egy nagyon különleges formája, amit ebben az esetben, és akkor itt nagyon szégyellem, hogy ironikusan fogalmazok. Ugyanezt csináltak a lengyelekkel őket, meg a Jaruzelszki pucsnak a napján ítélték el. Tehát Európának olyan mértében hiányzik a történelmi tudata, a gondolkodása, hogy még az ilyen dolgokra sem képes odafigyelni. Tehát számomra szimbolikus azért, hogy a német barátaink, német kollégáink azon a napon vágtak belénk egy jó nagy baltát a hátunkba, amikor, amikor mi azt arra emlékeztünk, hogy hogyan engedtük át őket, és hogyan segítettük Németország újraegyesítését. De visszatérve az eredeti kérdésre, nyilvánvalóan mi következik ebből? az, hogy nekünk egy, az egyenjogú nemzetek Európájáért való küzdelmünket nem szabad feladni, mert ez visz vissza a bevándorlástól, kezdve az égvilága minden kérdéshez. Hogy ne lehessen, ne történhessen meg még egyszer az, ami 2015. szeptemberében megtörtént, hogy egy ország vezetője legyen az bármilyen hatalmas. Akár a saját parlamentjével való konzultáció nélkül, de az összes többi Európai Uniós ország konzultáció nélkül egyszerűen azt mondta, hogy jöjjenek a szíriai bevándorlók, nem fognak akadályt támasztani, és senkivel nem egyeztette. Ilyen még Egyszer ne fordulhasson elő Európában. Na de most már előfordult. Hát az a bejelentése Merkelnek, hogy le kell mondania a szuverenitásuk egy részéről a tagállamoknak, és a határőrizetet például át kell adni Brüsszelnek, annak a közös határvédelmi szervezetnek, amelyik majd eldönti azt is, hogy például ki jön be Magyarországra, meg ki nem. Most ha ezt keresztül verik, akkor ez egy részükről egy olyan lépés ennek az Európai Egyesült Államoknak a megalakítása felé, amivel mit, mit fogunk tudni mi kezdeni? Ez így van, és hogyha megnézzük, hogy mennyivel mást mondunk mi, mert mit mondunk mi? Orbán Viktor letett két éve egy projektet az asztalra, egy Schengen kettő nevezetű tervet, amely világosan azt mondta, hogy azoknak az országoknak a határait kell az Uniónak közösen megvédenie, akik nem hajlandók a saját határukat megvédeni. Mit mond Merkel, amit szerkesztő úr idézett? Azt mondja, hogy akik megvédik, azoktól kell elvenni a határvédelemnek a jogát, hogy hol, hol vagyunk. Tehát, hogy hol vagyunk. Tehát, hogy, hogy, hogy miközben Európát kívülről ostromolja az a veszély, hogy bármelyik pillanatban újabb áradat jöhet, abban az esetben feladjuk a legelemibb védekezési képességünket, és azoktól is el akarják venni a határvédelemnek a jogát, akik erre eddig képesek voltak. Mi azt mondtuk, és Orbán Viktor is azt mondta a Schengen programban, hogy azokat az országokat, akik nem hajlandók megvédeni az országot, vagy közösen kell, vagy ki kell tenni őket Schengenből. Abba a pillanatban ki kell kerülni, és ebben az esetben tiszta a képlet, azok maradjanak benne, akik hajlandók ezt megvédeni, mert csak úgy maradhatnak, maradhat szabad a belső mozgás Európában. De most, hogyha a, pénz, parip, a fegyver, az erőseknél van, ezek minden, minden pénzt, nem fogunk sajnálni egy fillért se ahhoz, hogy minden tagországban felerősítsék azoknak a, a általam csak szimplán hazárolóknak nevezett társaságot, amelyik ezzel egyetért, vagy ezt támogatja pusztán azért, mert onnan számít megélhetésre. Én is bekiabáltam egyet, azért nem csak az volt, amit itt az imént idéztek, új helyi képviselő úrnak a felszólalása után ugyanezt a szót használtam, amit ön is. De hát valójában a Ebben a, ebben a történetben azt gondolom, hogy teljesen világosak a, világosak a képletek. Hogyha Európa meg akarja védeni magát, akkor a mi koncepció mellett Európa egyenjogú, egymással együttműködő nemzeteinek a koncepciója mellett kell kiállnia, és ebben, ennek a jegyében kell megnyerni az elkövetkező európai parlamenti választásokat. Én azért optimista vagyok. Mérsékeltem, mert hát azért mégiscsak most zsebeltünk be egy nagy nagy zakót. A, a optimista vagyok abban a tekintetben, hogy pont ez a vita azért nem csak Magyarországon ébresztette föl az embereket. Miközben én, én olvasom a spanyol, a francia, az olasz, a német sajtót, kórusba gyaláznak bennünket együtt. Nagyon ritka az a egy-két francia, egy-két spanyol ciket láttam, amelyben bennünket megdicsértek, vagy éppen kiálltak mellettünk. Ezen közben, hogyha az ember megnézi a szociális médiát, ahol az emberek hangja is jön, és ahol a sajtócenzúra, a nyugat-európai cenzúra nem tud érvényesülni, ott pedig csápolnak Orbán Viktornak. Támogatják őt örülnek neki. Azt mondják, hogy itt van végre Európának egy új vezetője. Mert kiállt, megvédte a hazáját az Európai Parlamentben, világosan fogalmazott, meg akarja védeni az elkövetkezendő veszélyektől, érthetően beszél. Az, amit mi magyarok rádöbbentünk egy pár évtizeddel ezelőtt, hogy van egy, van egy olyan ember, aki, aki a felelősséggel tudja vezetni ezt az országot, és, és irányt is tud mutatni, és van elég ereje is ahhoz, hogy merjen, mert ez óriási bátorság szükséges szembe menni mindennel, mindenkivel. Most az európaiak döbbentek rá ennek a vitának a kapcsán, ezt nem csak Magyarországon nézték, ezt mindenhol nézték, és jöttek a cseh kollégák, jöttek nagyon sok mindenki, azt mondta, hogy nekik nagyon nem tetszik, hogy rögtönítő bíróságot játszik az Európai Parlamenten, nem ez Európa, nem ez Európa jövőjének. A, ez lerombolja azt az Európát, úgyhogy ezek a szarzenténik, ezek a, az Európai Uniónak a sírásai. Na, ha már szóba hozta a magyar kormány találnőkör, akkor nézzünk meg egy bejátszót, mert arról még nem beszéltük, hogy a magyar kormánynak mi a hivatalos álláspontja. magyar kormány úgy tekint az Európai Parlament döntésére, hogy az a Lisszaboni szerződésben előírt többséggel nem fogadta el a Sargenti jelentést. Ennek ezért eljogvita tisztázásáig további jogkövetkezménye nem lehet. Ennek érdekében szükséges lépéseket meg fogjuk tenni. Hétfőn a kormány Európai Uniós ülés tart. Európai Uniós kormányülés lesz hétfő délután. Ott lesz lehetőség a konkrét jogi lépésekről való döntésre. Az eljárásról nem is nagyon kérdezném volna elnök urat, mert kicsit túl vagyunk rajta, meg világos, hogy itt egy trükről volt szó, erről elég sokat olvashattunk, de engedje meg, és nem szívesen kérdezem meg, mert legjobb lenne ezt kihagyni ezt a témakör, de ha már említette Újhely Istvánt, ugye ott vannak a, a Magyar Uniós képviselők, akik akik a mi uniós képviselőink is, hiszen azoknak az állampolgároknak, azoknak a szavazóknak a véleményét képviselik, akik őket oda küldték. Na most itt mondhatnák azt, hogy semmi nem történt, csak azokat az embereket képviselik, akik hasonlóan szavaztak volna ebben a helyzetben, de mi a véleménye egy utólag? Lehetett volna szembefordulni egykori önmagukkal, és mondhatták volna azt, hogy hogy eddig terjed a nemzeti hatáskör, eddig a pártérdek, és ez egy olyan kérdés, ami nemzeti hatáskörben értelmezhető, és magyar emberként ezt nem lehet elfogadni. Miért van az, hogy 30. neki rugaszkodásra sem látunk soha egy ilyen gesztust a magyar baloldalról? 30. nekirugaszkodás, de azért minden egyes aktust a helyén kell kezdeni, és ez nagyon súlyos, durva dolog. Úgyhogy én azt, más, mint amit Perzsiát asszonyra, erre a francia kommunistára mondtam, nem igen tudok őrájuk sem mondani. Azt gondolom, hogy egy olyan pillanatban, amikor a legkülönbözőbb erők egymással összefogva Magyarország ellen indulnak, tehát kvázi egy háborút, egy szellemi háborút folytatnak ellenünk, beállni az ellenség oldalára, hegedűs hat nagyok. Csak azért, mert az ő önképük szerint itt más sem történt, csak végre a diktatúrából egy kis levegőhöz jutottak. Ezt el is mondták. Gyurcsány Ferenc é. például perceken belül azt mondta, hogy nagyszerű, és akkor most tovább Orbán Viktor megbuktatásai. Igen, a legújabb hírek a... szerint valami tüntetést is szerveznek. Igen. Tehát nem mi megyünk az utcára, akiket magyar polgárok millióit halára sértettek, hanem valami erő gondolja, ők valami megsértve továbbra is. Nem, én, én itt sem finomkodnék, tehát ez valóban ezt a helyén kell kezelni. Most még nagyon közel van ez a a pillanat, tehát ezt azért hogy mindenki, mindenki még próbálja emészteni ezt a, ezt a dolgot, ezt a Magyarországnak a megalázására irányuló kísérletet, amely szerintem már középtávon pont az ellenkező éresül el. Ezek az emberek majd szégyenni fogják magukat. Még Sargentini asszony is, amikor nyugdíjas éveit nyögi, azt fogja gondolni, hogy, hogy hát nagyon helytelen dolog volt bántani egy másik országot, egy másik nemzetet, lerombolni hollandok, magyarok közötti történelmi barátságot. Én őt nem tekintem a holland nép képviselőjének, de magyarokra pedig ez sokszoros, sokszorosan igaz. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez nem bocsánatos bűn. Aki a saját hazájával szemben az ellenséghez beáll, arra van egy nagyon világos magyar szó. De én ezt jól értettem az imént, hogy sorolt képviselő úr négy-öt országot, amelynek a sajtóját figyeli. És ezzel kapcsolatban a sajtó cenzúrát említett. Na most akkor azoknak az országoknak milyen beleszólási joga van a mi sajtóhelyzetünkbe, ahol világosan, követve a napi, napi, szinten a sajtójukat, például nem lehet a migráció veszélyeiről megnyilatkozni. Hadd kezdjem a kedvenc témámmal, mert ugyan szerkesztő az leterelt arról, hogy ne beszéljünk erről, hogy miért volt szabálytalan ez a szavazás, de hát én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy szabálysértéssel vagy jogtiprással nem lehet a jogállamért küzdeni, és hát azért itt csak ez történt. 14 szavazatot úgy számoltak, mintha tartózkodásokat nem számolták. Erre azt mondják egyébként, megint hadd vegyem elő újhelyi Istvánt, mert kedvenc politikusom, hogy, hogy ő azt mondta, hogy már 79 óta ez a szabály. Persze, minden egyes döntésnél ez a szabály, csak az Európai Parlamentnek a házszabályában van egy olyan mondat, hogy a tartozkodásokat nem kell számolni, kivéve, hogyha a szerződés, az alapító szerződés más minősített szabályokat állapít meg erre. Márpedig a hetes cikkeiben más minősített szabályokat állapít meg benne. Ezért Józsi Sargentini azt, hogy miközben teleszálja azt kiabálja, hogy Magyarországon válságban van a jogállam, nem tartják be a szabályokat, az európai közös demokrácia szellemét sértjük, azon közben ő megünnepli magát, amiért egy, egy olyan döntésnek a része, amely meg sem született. És ugyanez vonatkozik a sajtóra is. Szargentina azt mondja, tele kiabálta a sajtót, belekerült a Hír TV is, ne érezzék magukat kivételezetnek, hogy, hogy ne, ne, lennének benne. Mindenki benne van, én is, a feleségem is, mindenki az égvilága hosszasan benne van ebben a jelentésben. De hogy, hogy sajtószabadság alap sláger témája őnekik, miközben ezekben a sajtóban szinte meg sem szólalhat ellenzéki hang, vagy olyan hang, amely ellentétes az éppen adott fő most ez, a Magyarország gyalázását jelenti. Aki ezt teszi, arra ráugranak. A tegnapi, tegnap előtti élményem az volt, miután már megvolt a szavazás. Azok a képviselőtársaink, Tisztelet legyen nekük szólva, akik tartózkodtak, vagy nemmel szavaztak erre a jelentése. 80-nál is több ilyen volt az Európai Néppárton belül is. Lógtak a telefonon, folyamatosan a rájuk irányzott vádakra kellett válaszolniuk. Azok, akik megszavazták, azok most egy hétig végig őket, aztán utána, jövő héttől majd elkezdik hívni az ügyben őket, hogy ha így van, akkor miért nem zárják ki a Fideszt az Európai Néppártból. Már beindult egy eljárás, amely a Fidesz betiltására irányul. Nem, a, nem arra, hogy kizárjanak bennünket az Európai Néppártból. A tegnapi napon kaptam egy olyan iratot a kezembe, amely... Azt mondja, hogy eljárást indított egy francia professzor az Európai Parlamentben az Európai Néppárt ellen, hogy nem igazi európai párt, mert nem teljesíti az európai pártokra vonatkozó demokrácia kritériumokat, ezért meg kell vonni tőlük a pártstátuszt, mert a Fidesz a sorai közében van. Hogyan lehet ezt másképp értelmezni, mint hogy Európából, valamelyik francia egyetemi városból, Ö, egy, ö, ö, egy jogász be akarja tiltani a Fidesz. Hát nézzük meg, ide jutunk. Te az a demokrácia kritérium, hogy akivel nem értek egyet, azt megszüntetem? Igen. Hát de ez a kommunizmus de, kritériuma de a, volt. Szóval a szerkesztőnek az előbbi kérdésére, a sajtóra ez vonatkozik. Tehát az, aki hajlandó csak egy kicsit kiállni, aki egyetlen egy pozitív dolgot mond, tehát, én nem, nem nagyon tisztem azokat a képviselő társaimat, akik végül a nyomás hatására engedtek és másképpen szavaztak, de szinte számtalan van közöttük, aki elmondta, hogy ezt nem azért teszi, mert így gondolja, szörnyűnek gondolja ezt a jelentést. Olyan mértékű nyomás alatt van, hogyha ő ezt nem igennel szavaz ebben a kérdésben, akkor őt másnap kicsinálják a saját országában. Ez a sajtó, ez a sajtó, ezt fogja kicsinálni, és valóban arról van szó, hogy ebben a műsorban az ellenfelet nem meghallgatjuk, nem egy tisztességes eljárás folytatunk vele szemben, hanem statáriális bíráskodási eljárás folytatunk. Én a Na beszédemben két is, is elmondtam. Az létező szocializmus 60-as Igen, élet. igen de, de, de a, a, egy másik műsorban vizsinszki viccelődtek az önök kollégái, Igen, de Igen. hát az az eljárás, Visinski volt a nagy főügyésze a Szovjetuniónak, csak hogyha a nézők a nem, perc tudják. Perc. nem tudják, Visinski idejére emlékeztető az, hogy a, hogy a vádlott, az kap 5 percet az Európai Parlamentben, hogy elmondhassa a véleményét arra a rengeteg gyalázkodásra, arra a két órányi gyalázkodásra, amit egyébként végig kell hallgatni, ahol piszoknak, aljasnak és semminek, senkinek minősítik őt személy szerint is. Ezekre a vádakra kap öt percet, és a utána még nagylelkűen két percre megengedik azt, hogy védekezzen ebben az ügyben. Én romai joggal kezdtem a az életemet, róma jogot tanítottam, sajnos már régen abbahagytam ezt a munkát, mielőtt mi, 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 mi a politikára áttértem volna. A római jognak a több ezer éves elve, hogyha valakit megvádolunk, akkor legalább ugyanolyan terjedelemben lehetőséget adunk neki a védekezésre. <coughs> Magyar kormány egy 108 oldalas dokumentumot adott ezeknek az embereknek a kezébe, de még én sem tudtam elmondani a LIBE bizottságban két percnél hosszabban, amikor beadtam módosító indítványokat, amikor úgy gondoltam, hogy olyan ügyekkel foglalkozik ez a jelentés, amelyek nem uniós kompetenciák, tehát Magyarország soha nem mondott le róluk, és egy, sem egy holland képviselő, sem senki másnak, Európának semmi köze nincsen hozzá, mert az, hogy Magyarországon a, az óvodákban hazafias nevelésre neveljük -e a gyerekeket, és el lehet -e énekelni a, a török gyerek elvágta, a magyar gyerek gyógyítja éneket, ahhoz senkinek Magyarországon kívül köze nincsen, és ezt nem tudtam elmondani, mert nem kaptam rá én sem időt, sem a parlamenten belül, sem pedig az a magyar kormány azok a magyar emberek, akiket durván hazugul megvádolták, a hírüket rontották, és egész Európában a rossz hírünket keltik az egész világon. Egyetlen egy percünk maradt, és csak egy gyors válaszról ö, idő. Szerencsére a magyar lengyel barátság töretlenül él. Tegnap este azt hallottuk, hogy a lengyel külügyminiszter azt mondta, hogy a tanács elé kerül a dolog, akkor ők vétózni fognak. De kicsit ágítsuk a kört, nem csak a lengyelek, a barátaink. Bízhatunk ezekben a szövetségesében, akik most ezúttal bizonyítottak, hogy adott esetben kölcsönösen is működik egymás segítése majd. Lesz új parlament, lesz ne új legyen, bizottság. Ne legyen kétségünk arra, hogy a nyomás ezeken az embereken is, akik most kiálltak mellettünk, fokozódik. Tehát őket minden erővel megpróbálják eltántorítani arról. Voltak köztük, hogy néhány, akik nagyon nehéz döntést hoztak, nagyon nehéz egzisztenciális döntést hoztak ezzel kapcsolatban. Például arra vonatkozóan, hogy a következő parlamenti választáson megválasztják -e őket. Képviselők nagyon jelentős része kizárólag a főirányú sajtóra tud támaszkodni, és a főirányú sajtó kicsinálja őket mondjuk Svédországba vagy Írországba, abban az esetben őnek nincs esélyük, hogy a politikába visszakerüljenek. Egy nagy lendülettel lehet ez valamilyen formában, és nem is Biztos, hogy egyszerre egy menettel lehet visszavenni, de hát azért a Fidesz egy 30 éves párt. Tehát mi, mi már láttunk sok mindent. Bennünket az esetleges időleges kudarcok nem fognak visszariasztani attól, hogy tovább menjünk előre és képviseljük a saját érdekeinket, elveinket és az országnak, Magyarországnak a népét, a magyar embereket. Szájer Józsefnek köszönjük szépen, hogy befelelt a stúdióba Gajdi nevében is. Kedves nézőink, ez volt mai műsorunk, jövő héten találkozunk ismét a képernyők előtt, akkor is várjuk Önöket. Viszontlátásra!